Az Egon díj, azaz Egon, mint mecénás, 8 éve adja ki az Egon díjat. Az év legjobb magyar szépirodalmi teljesítményének jár, és egy zsűri ítéli oda. Adódott, hogy valamiképpen folytatni kell, hogy jó, díjat kap az év legjobb magyar szépirodalmi művének szerzője, de ezt tovább kellene propagálni. És akkor arra kértek föl bennünket, hogy készítsünk óravázlatokat az Egon díjasokról első körben, mind a 8-ról. Az óravázlat műfaja az inkább jelképes. Egyszerűen azt akarja mondani, hogy nem tanulmány, nem esszé, és nem tankönyv, de az óravázlatnál ez valójában sokkal több, mert minden ilyen anyag egy-egy Egon díjas mű alapos és hát 4-5 tanórán, vagy 3-4 tanórán elvégezhető tananyag csomagját tartalmazza. Egyrészt annak az indoklását, hogy miért érdemes tanítani az adott művet, annak a megfogalmazását, hogy mikor érdemes tanítani a művet, milyen kontextusban, milyen művek kell együtt. Aztán feladatrendszereket ad, megoldásokkal is néhol, tehát van benne egy elemző tanulmány is, tehát nem hagyjuk magára a tanárt pusztán a kérdésekkel, hanem van egy tanulmány is, és rengeteg szakirodalom is, rengeteg link. A másik, hogy az órán mutogatjuk a PPT-t, illetve a PDF-ből, tehát a nyomtatható formából kinyomtat feladatokat a tanár az órára. Tehát direkt módon felhasználóbarát, konyhakész ez az anyag. Egészen egyszerűen nem igaz az, hogy az olvasóvá nevelés logikája és az irodalom történet tanításának logikája az egy irányban működik. Mállandóan elmondom azt a közhelyet, hogy nem hiszem, hogy 14 éves gyerekeket az isteni színjátékkal és a szigeti veszedelemmel lehet olvasóvá nevelni. Tehát itt kezdődnek a problémák. Az irodalom mint eleven folyamat, akkor tanítható eleven folyamatként, hogyha a szerzők párbeszédét tanítjuk, a régieket megszólító újakat. Mert valószínűleg akkor szólal meg egy klasszikus, hogyha egy kortárs valamiképpen az általa felvetett kérdésekre reflektál. Igenis, nagyon gyakran az utódok felől lehet az elődöket megismerni és megszeretni. Így a nemzeti hagyománynak is jobbat tesz, hogyha nem azt hiszik a gyerekek az irodalomról, hogy az valami régen volt dolog, most meg már nincs. Például elképzelhető, hogy Spiró fogságát, ami az egyik feldolgozott könyv, a Bibliánál tanítjuk, vagy a fogság egy részét. Elképzelhető, hogy Barnás Ferenc másik haláját mondjuk Dosztojevszki bűn és bűnhődésénél tanítjuk, azon az alapon például, hogy ott is egy krízis történetről és egy felépülés történetről van szó.